pisztolyt. Ez mi miatt van egyébként? Ez nagyon érdekes. A patyod érdekes. Ebben ilyen játékban van szintesztezés. Nem. Nem csak vicceltem. Nincs ilyen jár, nincs ebbe ilyesmi. Nem csak vicceltem. Csak vicc volt! Valószínűleg a remake-ben sincs egyébként. Csak kitaláltam, ami fasságot, hogy mi a fasz, nem tudom felvenni ezt a getis pisztolyt. Vedd bár fel, pedig hát csak izi. Vagy lehetséges, hogy... Hogy valamilyen gomb... Imagine. Már tényleg elhittem. Lehetséges, hogy... Ez mi? Portéből. Ezt mikor vettem fel? Power switch. De ez most, ez mi ez? Small portable radio, any static van monster sounder. Ja, hogy itt elkezd így hangoskodni, hogyha szonyák vannak a közelbe. De ezt mikor vettem ezt fel? Unequippelem esetleg ezt. Lehet, hogy azért, mert volt ott már a kezemben valami, szerintem azért. Vagy nem? Vagy nem? Akkor mi van? Mi van pár? Szihetetlen. Nem tudom felvenni a pisztolyt, hát hogy lehet ez? Lehetetlen. Biztos, hogy fel lehetne venni valahogy. Azt nem mond nekem, hogy fel kell dönteni, fel kell borítani bazdmeg a bevásárlókocsit, hogy ki tudjam szedni. Vagy bugos, vagy nem tudom, de nem hiszem, mert eddig is használtam a interakciókat és működött minden. És érdekes egyébként, hogy kb. Ezen a szobában nincs semmi a pisztolyon kívül, úgyhogy máshova most se fog tudni elmenni. Még, ott is egy ajtó. Nem. De most egyszer kéne egy MC Isti járkis. Hát volt egy időszak, nem? Most inkább pontosítva az MC Isti, az szinte mindig árba van. Legalábbis mindig vannak olyan emberek a közösségben, akik nyomatják, mint például a Tercu is például nyomatja a MC Istit. Néha. Nem tudjátok, srácok, hogy mi miatt van, hogy nem tudom felvenni a pisztolyt. Hát mi miatt van? Lili gumi árkot adom. Azt elhiszem. És adtad olyan eszkót is egyébként, meg a VZ-t is, vagy azt nem? Azt hiszem lámpa nélkül nem lehet. Lámpa nélkül, hát az egy olyan sötét van, Gec, hogy nem látom, hogy hol van, hol, merre van. A lámpa kell. De már mint, hogy fel kell kapcsoljam a lámpáját ennek a szobának, vagy nekem kell majd egy találok majd egy zseblámpát valahol. MC is régen volt, amikor itthon volt és tolta a hűtőflexeket, az komoly volt. Az, hogy itt legkomolyabb hűtő, legkomolyabb dolgok vannak benne. Itt fullos, tele van mindennel a hűtő. Keszi. De mostan is rossz egyébként, hogy itt mondja mindig, hogy legkomolyabb helyen vagyok, legkomolyabb hely, legkomolyabb helyek. Ez például tényleg geti sötét egyébként. És mit a sötétebb benne, mint az előbb? Hát de ha voltam megyek, akkor mindenhol jártam már. Akkor hova kell menni, bazze? Lehetséges, bazze, hogy ez a apartman, ez így ennyi? Mindenhol ez... Várjál? Nem lehet felkapcsolni a lámpát. Megnézem, várj. The weapon can never be picked up unless... James has the flashlight. Aha, szóval konkrét flashlightot kell majd akkor találjunk valahonnan. Aha, szóval szerintem, hát akkor szerintem akkor lehetséges, hogy ezt a flashlightot szerintem akkor lehet, hogy a városban valahol így eldugva valahol majd lesz. Szerintem. Elrejtve, gondolom én. Az ott meg egy kibebaszott kulcs
van ott. Itt legalább nincs annyira sötét. Itt legalább látom mi újság. 301, 302. 301-ben volt a lámpa, és a többit ebben nem tudok már bemenni, mert gyakorlatilag ott is le kell húzni, le kell engedni. Vagy lehetséges, hogy a másik beállatot kell megtalálni, annak is meg kell találni a kulcsát, hogy tudja a szar. Hát igen, ez egy ilyen hasonló gameplay-je van ennek a játéknak egyébként. Nagyon hasonlít a Resident Evil-ökre, ugye a régi Resident Evil-ök. Ugye itt toltam a Resident Evil 1-et. A HD remasterjét, amit konkrétan tényleg semmiben sem különbözött az eredetivel, csak egy kicsit jobb textúrája volt, jobb. Itt nem lehetett bemenni eddig. Vagy mi van? Szobában van? Fix nem város. Ha benéztem, jó elakadásokat. Rendben folyabbá. Jó éjszakát neked, köszönjük, hogy többféleten benéztem, köszönjük a segítségeket, mert mindent. Köszike. Hát itt nincs semmi. Trash. Csutagéz. Hát itt nincs semmi. Csutagéz. Valahol hallok. Nagyon durci hangokat hallok itt egyébként. Nagyon durci hangokat hallok. Ez is zárva. Nem jó. Elfejtettem izék, hogy kiamtam közben, eltettem a fegyót. Most már mehet. Az action. A brutális action, gyerekek. Jó éjszakát folyam bá. Megdöglött. Megdöglött a büdeskecsek. Beszakadt a melkasa. Mi az? Semmi. Hát mi más is lenne? Szerintem ezek lesznek már azok a 300 akányos, 307-es, 305-ös szobák. Ez is zárva van. Szóval az hasonló egyébként, mint a Resident Evil 1-ben volt a ilyesmi, ugye a Resident Evil 2-ben is valószínűleg ilyen volt, csak a remake-et kicsit így változtatott egy-két dolgot. De ugye az is olyasmi volt, hogy itt ilyen most mondhatnám azt, hogy Metroidvania szerint, de ugye volt egy nagy terület, egy ilyen nagy ház, és akkor menni kellett ide-oda-amoda, és akkor itt bevonzálva, akkor itt egy kulcs kell, akkor el kell menni ide-oda, itt egy kulcs, ez nyitja, ide meg kell, ez a puzzle, meg stb. És ott is voltak ilyen feladványok, stb. Ott is azt mondjuk adtam régen. Még PS4-en volt PS Plus-ra elérhető. Szóval viszonylag régebben, tehát viszonylag később találtam rá arra is, hogy nem ilyen új időszakban. És nem a régi gyerekkori időszakban volt ez. Ugye hát én régen azért kerülgettem azért ezeket a horror játékokat, mert nem szerettem egyáltalán. Közelről se. Régen nekem csak ilyen kis gyerekjátékok voltak. Nekem a szüleim figyeltek arra, hogy gyerekjáték. A gyerek az gyerekjátéka játszon. Ezért volt az bazzak, hogy nekem PS2 nem volt más játékok, bazzak ilyen Madagaszkár játékok, meg ilyen ez a jégkorszak. Meg ilyenek. Meg ilyen, hát ilyen Disney-s, meg Pixar-os, meg ilyesmi játékok voltak. Mondjuk geci jó volt mondjuk. Madagaszkár 1-2. Last Clock, Too Dark to See It Well. Hallott valami írás egyébként. Ja, azt sem tudom elolvasni, mert sötét van megint. Megint csak. Jó, mondjuk VVS játékon még akkor is volt PS2. Meg ilyen kis versenyzős játékok, stb. Meg Sonic. Mi más? Itt így semmi. Most egyelőre legalábbis nem látok semmit. Érdekes. Mit nem mondjak. Még az a is nagy terület. Ide se lehet menni. Akkor köszönöm minden broken. Minden eltört. Összezár eltört.
Television, nothing usual, unusual about it. Aztán már be lehet kapcsolni a tévét. Látszik, hogy nem mai világban játszódik a játék azért szerintem. Mikor is játszódik a játék egyébként? Nincsen megírva egyébként, hogy pontosan a játék maga hanyas években játszódik egyébként? Ilyen izék ide 80-as évek vagy 90-es évek? Szerintem a környéke lehet. Bár az a tévét látva, mert talán inkább 70-es, bárki az a tévé, attól függetlenül most lehet, hogy az már egy több tíz éve elhagyatott egyébként ez a város, úgyhogy emiatt is nem lehet tudni. El van hagyva, aztán emiatt van ennyire el visszamaradva ezek a kütyük. Na én meg közben visszatérek a HS-hez. Na ne. Te is! Te is visszatérsz a HS-hez! Beszarás. Hát ez úgy baszadak, hogy gyakorlatilag ez konkrétan... Azt hittem, hogy szét tudom zúzni, olyan furcsán tűnt ez a hely. Jó mulatás, Krisz. Bazzeg. Ez a visszatéréseknek a izéje. Visszatérések hónapja. Mindenki visszatér egy régi, elfeledett kedvenc gémére. Csak nem mindenki a HS-re tér vissza, hanem valaki valami másra. Ezt jó tudni, hogy konkrétan izé. Tényleg egyébként? Visszatérsz a HS-hez? Visszatérek arra, hogy nem eszek szaloncukrot egészen szentestig. Az egy komoly challenge. És hosszan még én is nehezen tudom tartani. Mert a szaloncukor azért baszed. Főleg azok a mirkások. Bárhogy veszük az OG, originál se rossz. Amik ilyen, ezek az igaziak, azok a zselés, marcipános, még ilyenek. Elfogy a hétvégéig. Hát azt gondolom, hogy az eteti magát egyébként rohadtul. Lehet, hogy itt lesz a flashlight. Van itt egy hatalmas nagy fény. Meg tudom nézni, hol tartunk. Húha. 208-es, ott látszik, hogy van egy óra. 209-es, de nem mentem be. Hoppá. 206 az nem elérhető, 204-es meg sem néztem, de valószínűleg az is zárva van szerintem. És közben lőjük, mit fogok hallgatni. Ja, már itt van megnyitva. Hát ez kész. Szaloncukor 50-50, van ami retek szar. Hát, nézőpont kérdése egyébként. Attól függ, hogy te mit milyen szeretsz? Attól függ? Igen, mi ez, azt mondja. Attól függ, hogy te milyen szeretsz, hogy most mondjuk szereted mindenféle fajta ízesítés, ott van a flashlight. Sok ez ilyen tökéletes, végig rajtam lesz. Mi a fasz, ez melyen... Nagy lábú. Ezen lábakból álló genyó. Lábfétises. Megtaláltam egyébként már. 203-ban vagy a 202. Ez 205-ös lett végül egyébként. Egy baffan, elbaffan. Ja, nem baj, meg lehet egyébként, de köszönhető független. Most there's nothing special about it. About it. És akkor innentől kezdve, akkor az végig megy így magamtól, hogy fel van szerelkezve. Ha így be lett téve a kabát zsebembe. Nagyon jó. Kabát zseb. Ja, akkor demencia. Hát, megesik az ilyen. Nekem is nem egyszer. Az szép. Mindenki HS-ezik. Én meg fogom azt gyorsan, kilépek ebbe a Silent Hill-be, azt elkezdek vovozni. Csobozni. Dobozozni. Nem úgy csak zselés párti vagyok, de van, amikor eszek likőrös ízűt. Na szóval attól függ, most miért szeretsz például te egyébként, Kristóf, mert most például én a ízét, a likőrös, azt van amelyik nem rossz, mondjuk őszintén szóval most én, nincs bajom egyébként a ízével az alkoholokkal, én szeretem jönni az alkoholokat bizonyos esetekben, de így szaloncukorba nem.
szaloncukorban nem valami jó az. Ezek az alkoholos ízű, alkoholos cuccok, olyan likőrösek, amiben konkrétan alkohol van berakva. Rum meg ilyenek, ezt nem. Szóval csokiban nem szeretem ezt, de alapvetően meg szeretem a alkohol, de hogy csokiban nem. De egyébként meg ezen kívül meg minden fajta szalon cukrot, zseléset, marcipánosat, csokisat, mogyorósat, bármilyenféle fajtát, amit csak van, azt bármelyiket megeszem egyébként, hogyha úgy van. Igen, nekem 116 km a szkórom MC Isti The Game-ben. Ja, van. Handgun Bullets. Na, ez mondjuk ez jó. Lassan megszerezzük majd a izéjét is, a pisztolykát is. Szóval én egyébként ilyen vagyok, én inkább a rendes édesebb cukros, tehát rendes konkrét igazi sütet, szaloncukrot azt jobban adom. Nem tudom, hogy vagytok vele, akkor kentate, akkor néha megeszed akkor a likőröst is. Van amelyik likőrös egyébként nem rossz, de amilyen túlságosan sok benne az alkohol, meg ezek azt mondja, nem érzem annyira jónak, de már olyat is ettem már egyébként, és nem azt mondom, nem volt bűnszar. Lehet vécézni. Nothing to do here. Tényleg nem lehet semmit, pedig azért szerintem azért már húgyozhatnék kicsit a kis James Sunderland, vagy Sutherland. Jaj! Itt halt meg ez a csöves. Hogy vagyunk most akkor? Innen jöttük, ugye? De várjál most. Jaj, most meg ide jöttünk be. Eljöttünk erre a sorra. Hát nézzük meg ezt a helyet is. Vadász, szalon cukrot, nagyon jó. A vadász. Ja, igen. De az elég régi fajta, elég régi márka. Csodálkozok, hogy te vágod, te ismered ezeket. Anyám még tavaly erős püstásot vettek el, csípte, mint a vadállat. Hát azért, az mondjuk, de ez derék. Mondjuk, hát nem kosoltam még. Amit nem próbáltam. Az mondjuk, kemény lehet-e. Passza meg. Erős püstás. Az kemény. Nem mehet elmenni mellette, hogy mi? Azt hittem már. El is zárva? Nem a... Stümer megy. Na, az mondjuk jó. A Stümer, az egy jó csoki. Jó csokicska. Az egy jó márka. Az adom én is. Én a Milkát szeretem még egyébként nagyon, azt sokszor vettünk egyébként, mert veszünk. Gyakran előfordul az például. Azt például adom. Ja, ez egy vissza lemenetel. Can't get the door open. Ja, nem is lehet kinyitni. Az mondjuk az jó. Azt jó tudni. Itt volt valami, amit nem nyitottam még ki, egyébként nem néztem meg. Ez a 204-es, ezt nem néztem meg. 200. Ja, hogy ezért, mert be volt betonozza, bazen, le volt falazva. Ezért nem nyitottam ezt ki. De most már be ezzel mutatja, de ezzel még nem mutatta. Szóval cukor is jó lehet. Haladó pesti karácsonyi vásáromban biztos ilyen is van. Mongolicából. Ez szalonna cukor, jó? Szalonna cukor, geszi. Hát az lehet. Nem biztos, hogy karácsonykor, de lehet. Lehetséges. Szóval cukorról van szó, zseléspárti vagyok. Esetleg mi a kókuszos is jöhet. Na a kókuszos is jó egyébként, igen, az is jó. Kókuszos. Mindig elfelejtem melyik gombbal kérni a... Drága látos! Térképet? Itt nem voltam még. Vagy de. De itt már voltam. Egy trash. Egy szemetes adagoló genyó van itten. De most akkor már mehetünk akkor oda a területre, ahol volt az óra.
rossz fele megyek. Hol is volt a pisztoly? Az már elfejtettem. Ezek az első szobáknál volt, a 202-es, 201-es. Ott legelsőknél volt, igen, emlékszem. What? Ja, akkor nem itt. Májas hurkás cukor, geci. De nem 202-es, meg 201-es, hanem a 300. Egy szinten lejjebb volt az. És be is van zárva. Jó, előbb akkor megyünk, azt nézzük meg azt a faszopó órát, hogy melyiket mindig el. Rossz gombot, megjöttem egy képet róla, nézd meg. Jó, ugye megnézzük akkor. Mennyi? Disznó sajtos, az kéne. Legkomolyabb lenne. Erős pistás. Egy konkrétan ilyet vetetek egyébként? Erős pistás szaloncukor. Az nagyon durva. De ennek is két fajtája van, pontosítva három. Haragos. De vannak ennek is gondolom ilyen enyhébb, meg lightosabb, meg erősebb változata. Gondolom a fekete az a keményebb. Volt egy piros, meg sárgás színű. Biztos komoly lehet egyébként. Mondom, ilyet még nem is láttam mondjuk, de bár mondjuk, jó, mondjuk azt aláírom, hogy hallani már hallottam róla, vagy mi. Azt hiszem már hallottam róla például. Ebbe volt. Ebbe volt, igen. Itt volt az óra. Itt van. Writing on the clock. The scars from the past shall remove the nail that stops time. Yes or no? Hát igen. Pusholjuk meg egy kicsit. Küld meg. Mi az? No matter how that push doesn't move. Stuck onto the ground. Aha. Az kurva jó. Nyomjad erősebben! Nem már. De miért? Az óra megállt 10 óra 36-nál és 15 másodpercnél. Face plate is closed. I can't touch the needle of the clock like this. Aha. De biztos van ennek valami köze valamihez, hogy 10 óra 36-kor állt meg. Ennek van valami köze is valamihez majd? Ami puzzle? Hoppá, ez mi? What is this? Harry, meg Mildred és Scott. A Scott a FNAF hírója? Ennyi. Hát ez ennyi volt. Csak őkették, meg én nem is mernék venni se belőle. Ja, hogy nem is vettél belőle? Hát majdnem annyira. Rendes idő is. Hát egyébként, hát egy órával ki kevesebb egyébként. Ha most nem lett volna az óráltállítás, akkor most annyi lenne, azt hiszem, hogy van most? Azt hiszem, akkor annyi lenne az idő. De ez a baj, most ide most konkrétan vissza kéne majd egyszer menni. Ide vissza kéne egyszer majd jönni. Valamilyen megoldást ki kell találni erre. Hogy lehet megmozdítani azt a szart. Vagy nem tudom, hogy meg lehet-e. Ez is valami izé akar lenni egyébként, szerintem valami puzzle akar majd lenni, valami feladvány. Needles. Mi az a needles egyébként? Most hirtelen jut eszembe. Needles. Step of three different heights. The fat, the tall and the thin.
tű, aha. Kövér a magas és a sovány. Slow to fast, they move to the right. Scott rests, not on three, but 15. Fúha. Ez komoly izé, ez már puzzle, gyerekek, ez már puzzle. Ja, ennyi? És ezt el tudom menteni magamnak? Nem tudom. Nem. Hát ez... Szopika lesz, gyerekek. Szopika lesz. Szopika bálla. Még egyszer. Aha. Az oké, hogy három tű van, három tű áll három különböző. Hét az a... Három különböző méretben, nem? Három különböző méretben. És akkor a kövér, a magas, a sovány. A leglassabbtól leggyorsabbig. They move to the right, szóval most jobbra forognak, mint jobbra mozognak. Aha, melyen valami rémlik, de hát az abban, ez konkrétan mozgatni kéne az izét, mozgatni kéne ehhez a, kéne tudni mozgatni az órát. Igen, az izét most az órára gondolnak itt ezzel kapcsolatban, hogy a kövér az izé, az órát mutató óra, ezért mutató órát, az órát mutató óra mutató, a tal az meg az izé, a percet mutató, meg a tin, meg a másodpercet. Szóval Scott az meg nem a 3-ason, hanem a 15-ösön fekszik. Hát de igazából úgy veszük, hogy ugyanaz. Csak hát most ez a baj, hogy most a Scott az melyik akar lenni? Szóval mutatóra gondol a Needle egyébként. Nem tudok hozzá, de hát hogy nyúlok akkor hozzá? Hogy? Hogy mutatom akkor meg? Hát bazzeg, ez egy nagyon baszett puzzle. És itt van az a Harry. Itt vannak ilyen vonalkák egyébként itt mellettük. Hát de bazzeg, ez konkrétan majdnem mindegyik egyformán vastag. A Scott az a legvékonyabb, talán az a legvékonyabb. Utána a Mildred az a leghosszabb. És akkor a legkövérebb talán a Harry is. Hát ez egy nagyon érdekes buzli. Hát akkor gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogy a Scott az ott fekszik a 15-ösön, igen. Az a másodperc mutatón van, a 15 másodperces mutatón van a Scott. Igen, és most akkor ezzel most mit tudok ezzel most kezdeni? Mit kezdjek ezzel? Már itt van ez a izé, felirat. Itt csak olyan, hogy el tudom mozgatni, de hát az a baj, hogy... Gondolom, mert ő akkor engedi elmozgatni, ha sikerül megoldani a feladványt. De ez valószínűleg akkor kell, nem tudom, kell valami kulcs ehhez, vagy nem tudom, mert ki lehet nyitni ezt a... az órának a belső, hát az ajtaját, és akkor lehet húzogatni, meg mozgatni a izéket, a mutatókat. Gondolom én. Hát azért ezek a régi játékok azért rendesen feladták a leszkét egyébként. Gondolom a izé is hasonló lehet egyébként a remake is. Érdekes. Ennyien szólva érdekes, gyerekek. A televízió, mi nem kapcsolható most már be?
Már nem adja. Baszett game. Az biztos. Az biztos, kedves Erbát. Ez a baszett gémek, baszett game. El is fejtettem kávét inni egyébként. Még itt van már mióta. Rendesen kihűlt már. De ez a baj, akkor, hogy konkrétan akkor fognom kell, és akkor el kell menjek. Máshova kerestem kell valami, nem tudom mit, kulcsot, máshonnan. Hogy meg kell tudni, finom az idegen is. Hát finom, idegen se rossz egyébként, de melegen az igaz ide, de hidegen se rossz egyébként, való igaz. Ad egy kis jó aromár neki. Hát vagy itt hagyjuk a gecimbe, bár hát nem tudom most ez egyébként melléktevékenység igazából, vagy ez most fő cucc, fő cselekmény. De a következő játszásokon, majd legközelebbi alkalommal, hogyha ezt majd folytatjuk, akkor majd utána nézek majd videó formájába, hogy bazeg itt most hogyan lehet tovább majd haladni. Egyébként itt még lehet tovább menni, úgyhogy itt még nem... Még nincs mindennek vége. Van még egy felső szint is. Van még egy legfelső szint is, gyerekek. Itt ugye mi nem jártunk. Ja nem. Retro gémek a legjobbak. Ez így van. Retro baszett gémek. Mi... Na, sikerül fel. Azaz. Gyerünk, még egy kicsit. Na, gyerünk már. 10. A kisgyerek. Damn it. A kisgyerek elrúgta a cuccot, bazze. Who's that kid? Can't reach, hát most már nem tudjuk elérni. Hoppá, történt. Történt valami érdekesség. Bírom, van aki szerintem már Witcher 3 is az, mert lassan 10 éves. Hát oké, hogy 10 éves bazzeg, de attól függetlenül azért retro game-től messze áll, de... Hát érdekes, hogy ezt erre gondolnak. Retro game-et, bazzeg, akkor egy... Hát igazán most már... Nem is tudom, hogy mi az a határ egyébként, amitől már retro game-nek lehet nevezni adott játékot. Ugye igazából, hogy haladunk előre az években, ugye annál több játékot tudunk már retro játéknak is nyilvánítani. Ugye ez a játék 2001-es. 2001. Tehát még nem is 90-es évek egyébként. Nem is 90-es évekbeli. És pont az a lényeg egyébként, hogy ugye van például a 2000-es években lévő, most például akár a Half-Life-ok, például a Half-Life egy a 100%-i retrónak lehet nevezni, a Half-Life 2, azt nem tudom, lehet-e nevezni egyébként retrónak, az 2004-es. De az, nem tudom pontosan mi az a határmezsgye. Tehát, hogyha már 20 év eltelt esetleg, akkor már talán nevezhetjük esetleg retro játéknak. Na, érdekes, közben most már vére visszajöttünk, és most már fel tudjuk venni ezt a pisztolyt, ugye? Vagy nem? Hát vedd már fel! Falciz, tedd úgy. Vedd már fel! Hát szevasz, Gergő! Neked is szevasz, Gergő! Meg szevasz, Peti! Szevasz, Peti! Jó estét! Hogy megy a gém? Jól megy egyébként, viszont csak most nagy puzzle-ből vagyunk kéne szépen. Úgyhogy most Na most figyeld egyébként, Gergő, ilyen puzzle-öket már nagyon rég nem láttott a gamer sajtó, a gamerek. Nagyon rég nem láttak ilyesfajta puzzle-öket. Na ezek az igazi retro puzzle-ök, ezek az igazi
extrém old school puzzle-ök egyébként, amiknél brutálisabb puzzle-nél nincs is nagyobb puzzle. Szevasztok. Szevasz, Gergely. Szevasz, Gergely. Tudtam, hogy miért nem vettem meg eddig. De egyébként meg ugye azt hiszem a Silent Hill 2 remake-ben is ilyen hasonló puzzle-ök vannak, sőt azt hiszem ott több is van egyébként. Ugyebár. Majd mutatom majd, hogy mik azok. Mutatom, mi az a puzzle. Ugye itt most nem tudtam bejönni ide, mert ezt nem tudtam felvenni. Felvettük legalább már a pisztolyt. Abba is, ja. Tehát emlékszem, többet is tettek egyébként bele, mert most itt megduplázták egyébként a hosszát a game-nek. Mi a helyzet itten? Minden fasz a Peti, minden faszányos kell szépen. Most egy kicsit lecsillapodtunk most, nagyon durva dolgok történtek már az eddigi egy-két órában, de most megnyugodtunk kicsikét, most elmerülünk ebben a fantasztikus retro game retro játék, ez a mesterműves retro játéknak a fantasztikus történetmesélésében. Ugye, valószínűleg már legalább, igen. Ha de? 20 éves játékot nem lehet volna nevezni, szerintem hülyeség. Aha. Ja, hát az aláírom egyébként, hogy már 20 év az már azt lehet mondani, az már retro játéknak mondható. Szóval valamilyen szinte akkor már a Half-Life 2 is mondhatjuk már retro game-nek, hogy ami 2004-ben jelentett meg GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas is már mondhatjuk retro game-nek. Mi volt ez? What was that some kind of noise? Eddig amikor itt jártam már nem volt ilyen hang. Tehát azóta mi ott azt, hogy gyereket betriggereltem. Hát azóta. Mindegy, megmutatom azt, hogy pontosan milyen puzzle-nél vagyok most elakadva. De ja, sokan azt mondják, hogy a 2000-es évek előtti gémeket mondják puzzle-nek a retro de hát, de mi lesz akkor, hogyha mondjuk 2040 lesz mondjuk esetleg, akkor is a 2000-es évek előtti játékait fogjuk. Ez az a piramis gyerek. Ez az elhíresült ellenfél. Ajaj. Addig már rothadás leszünk. Mondjuk legtöbben is a 2000-es évek előttieket mondják. Ez olyan kérdés, ami relatív, ahogy mondom. Hát igen. Kicsit nehéz téged nézni itt Attack on Titan közben. És most hol tartasz egyébként Attack on Titanbe? Én még mindig nem néztem meg a Final Season Part 3-at, azt az utolsó, azt a kettő special részt, ami volt. Ó, na egy itt már felvettük a pisztolyt, de nem is azzal triggereltük be ezt az egész helyszínt, hanem ahogy fel akartuk venni azt a kulcsot, és azt a gyerek hirtelen elkezdett futni, így most teljesen átvariálódott hirtelen a környezet egyébként. Ó, edd ezt az órához a kulcs, fogadjunk. Mert már nem tudtam elolvasni. Most már a tévét is bekapcsolták közben. Ugye 10 éves játékok, mi nem mondanám feltétlenül annak. Hát az semmiképpen. Az semmiképpen még én sem. Most nézem, ki ez a... Mi van itt? Hoppá. Egy hulla! Egy halott! Fekszik a tévébe. Oh my god! Főleg itt jártunk el egy 10 perc ezelőtt, vagy 15 perc ezelőtt, és még semmi nem volt itt. Na figyelj Gergő, mondom a puzzle-t, jó? Mondom a puzzle-t. Én itt 10 éves a DS2, akkor én retroztam mindig. Így van, most már is retro egyébként. Akkor minden, ami 30 előtt volt, az lesz a retro. Hát már, azt se tartom kizártnak már, az ad lesz mindenki számára. Szóval, három mutató, szóval az órát fogja ezt szimbolizálni, akkor van egy szobában egy óra, és az annak a ilyen leírása, ilyen puzzle leírása, hogy három mutató áll, három különböző pozícióban,
a kövér, ami az órát mutatja, a magasabb percet, és a vékony meg a másodpercet, az egyik lassútól a gyorsabbi, move the right, jobbra mozognak, és a Scott a hármason, de a 15-ösön, hát a pontosítva ugyanazon a ponton, a 15 másodpercen áll, szóval azt jelenti, itt van egyébként a felírás, mutatja, hogy a Scott az alsó, hát ez most látszódnak ott a kiírások, tehát annyira kurvára hasonlítanak ezek a vonalak. Valószínűleg az a vékonyabb, a Mildredi a hosszabb, és a dagadtabb az meg a Henry, Thierry Henry. És akkor most, hogy megvett a kulcs, most akkor most már azt jelenti, hogy most már képes leszek kinyitni. Ugye? Closed. El kell társni. Szobd le a korbanz meg, hát akkor nem ezért, akkor nem ezt kaptam meg kulcsba. Még mindig nem tudom elhúzni, Istenem. Lesz majd PT gameplay is, persze, hogyne. Már ha lenne rá lehetőség játszásra, akkor simán. Hát én még azt hittem azzal, hogy ez a kulcs arra jó, hogy kiissem azt a netkes órát, és itt el tudom forgatgatni őket, de hát én nézzük, hogy nem. De akkor mégis akkor lehet, hogy valami másik lehetséges. Eltűnt most már az ember. Szóval lehetséges, akkor, hogy most akkor értelemszerűen akkor. De az a baj, ezt mutatta is egyébként, csak írta, hogy milyen kulcs volt az. 202-es szobára. Aha. 202-es szobához a kulcs. Vagyis ide. Aha. Jó. Ebben. Szóval hol jársz most egyébként, Gergely? 203. CS idő van. Na jó, hát akkor jó CS-ezést. Neked, Erbá. Nyugodtan nyomod a cigi szünetet. Itt lesz majd ez a csodája, itt. Aha. Bemehetünk végre ide. Van valami finomság. Halló. Két is sötét van, itt már azért tényleg izé lenne, szar lenne, hogyha nem menne lámpa, mert itt már abszolút két is sötét van, semmit nem lehet látni, ott van valami. Úristen, spadicsom lé. Health drink. Miért piros? Mi a fasz van itt? Jó CS-elés, terve bátya! Mi ez az óra?